Undine, drága tünemény, mióta régi krónikákban különös fényedre találtam, hányszor szállt békesség belém? Hogy simult hozzám életed, panaszt suttogva fülemnek, mint aki félig szende gyermek, félig meg elkényeztetett. Ám halk szavaid azután, hogy hallhassák őket akárhol, arany bevont a kapujából, világgá zengte citerán. Sok szív volt, mely megszeretett, szeszélyes lényed ellenére. Olvasni soknak lett igénye, rólad írt kicsi könyvemet. Híret fogják majd hallani Undine ismét. A terembe lép be bizalommal betelve, mert nem fogsz szégyet vallani. Köszönts minden nemes urat, de mindenek előtt köszöntsed a kedves némethoni nőket. Tudom, mind szívébe fogad. S ha kérnek, mondd, lovag vagyok. A nőt szolgálom lakomákon, táncban és tornán, citerázom, s érettük kardot forgatok. Az esketés szertartása előtt és közben Undine nagyon illedelmesen és csendesen viselkedett. De most úgy látszott, hogy a furcsa hangulatok, amelyek benne lakoztak, kettőzött erővel törnek ki belőle. Ingerkedett vőlegényével és nevelőszüleivel, s pajkosságában még az előbb oly nagyon tisztelt papot sem kímélte. Az öregasszony szemrehányást akart neki tenni, de a lovag néhány komoly szava, s az, hogy Undinét jelentőség teljesen kis háziasszonyának nevezte, elhallgattatta. A lovagnak sem volt ínyére Undine gyerekes viselkedése, de nem használt az integetés, sem a torokköszörülés, sem a szemrehányás. Ha Undine észrevette kedvese elégedetlenségét, ami néhányszor megtörtént, csendesebb lett, mellé ült, simogatta és mosolyogva sugott valamit a fülébe. Ettől aztán elsimultak a lovag homlokán gyülekező redők. De mindjárt azután valami bolond ötlet újra pajkosságokat követtetett el vele, és pedig nagyobbakat, mint előtte. Erre a pap nagyon komolyan és nagyon barátságosan így szólt. Bájos kis leány, az ember ugyan nem tud úgy rád nézni, hogy a lelke ne nevessen. De gondolj arra is, hogy lelkedet összhangba hozd uraddal, akivel egybekeltetek. Lélek! Mondta kacagva Undine. Ez nagyon szépen hangzik, és a legtöbb ember számára épületes és hasznos dolog lehet, de ha valakinek nincs lelke, akkor mondd meg kérlek, mit hozzon összhangba, márpedig nekem nincs. A pap mélyen megbántva haragosan hallgatott, és szomorúan fordult el a leánytól. De az hízelkedve lépett hozzá, és így szólt. Nem. Előbb hallgass meg, mielőtt haragszol, mert haragos arcod fáj nekem, és egyetlen teremtésnek sem szabad fájdalmat okoznod, aki nem bántott. Légy egy kis türelemmel irántam, és elmondom sorjában, hogyan gondoltam. Úgy látszott, valamit mélységében meg akar osztani a pappal. De hirtelen megakadt, mintha valami benső borzongás fogta volna el, és keserves sírásra fakadt. Nem tudták, mit tegyenek vele, és mindnyájan aggódó hallgatással pillantottak rá. Végre könnyeit felszárítva és komolyan a papra nézve megszólalt. A lélek nagyon szép, de borzasztó dolog lehet. Istenemre, szentatyám, nem lenne jobb, ha sohasem volna benne részünk? Megint elhallgatott, mintha feleletet várna, és szeme könytelenül merett maga elé. Mindnyájan felálltak, és borzongva hátráltak tőle. De ő csak a papra bámult. Vonásai aggódó kíváncsiságot fejeztek ki, ami még jobban megrémítette a többieket. Nagyon súlyos teher lehet a lélek, folytatta, amikor senki sem felelt. Nagyon súlyos,
hiszen már közeledő képe is félelemmel és gyászsal tölt el. És ó, azelőtt olyan könnyű, olyan vidám voltam. És újra könnyfolyam áradt a szeméből, és arcát ruhájába rejtette. A pap komolyan, méltósággal hozzálépett, és az Úristen nevében kérlelte, vessen le minden gonoszságot. A lány térdre borult előtte, minden hívő szavát ismételte, Istent dicsérte, és megesküdött, hogy csak jó szándékkal van az egész világ iránt. Végül a pap így szólt a lovakhoz. Lovag úr, magadra hagylak asszonyoddal. Amennyire meg tudom állapítani, nincs benne semmi gonosz. De annál több különös tulajdonság. Ajánlom, légy óvatos, szeresd, és légy hű hozzá. Ezzel kiment, az öreg házas pár pedig keresztet vetve követte. Még mindig térdelt, feltekintett, és ilyetten Huldbrandra pillantva megszólalt. Ó, most bizonyára elkergetsz magadtól. Pedig nem követtem el semmi rosszat, én szegény, szegény, szegény gyermek. De közben olyan bájos és megható volt, hogy a lovag minden borzalmat és rejtélyességet felejtve odarohant hozzá, és felemelte. A lány átmosolygott könnyein, mint amikor a hajnal pírja játszadozik a kis patak hullámain. Nem tudsz elhagyni, súgta bensőségesen és bizonyossággal, s finom kezével megsimogatta a lovag arcát. Huldbrand most már egészen elfeledte azokat a rémületes gondolatokat, amelyek még ott szunnyadtak lelke mélyén, hogy valami tündért, vagy a szellemek világának valamely más teremtményét vette feleségül. Egyetlen kérdés akadt majdnem akaratlanul az ajkára. Drága kis Undine, még csak azt mondd meg. Amikor a tisztelendő kopogott az ajtón, miért beszéltél földszellemekről és Kühlebornról? Mese-mese-meskete, mondta Undine kacagva, visszanyerve régi vidámságát. Először én ijesztettelek meg, azután meg ti engem. Ez a mese vége, és az egész esküvőjé. Annak még nincs vége, mondta szerelemittasan a lovag. Eloltotta a gyertyákat, és szép kedvesét ezer csók között, az ablakon besütő hold kedves fényénél bevitte a hitvesi szobába. A reggeli fény ébresztette fel a fiatal házaspárt. Undine szégyenlősen a takaró alá bújt, Huldbrand pedig fektében elgondolkozva nézett maga elé. Valahányszor elaludt az éjszaka. Mindig furcsa, ijesztő álmok szállták meg. Kísérteteket látott, akik titokzatosan vigyorogva szépasszonyok alakját öltötték fel. Meg szépasszonyokat látott, akik egyszerre sárkányarcúakká változtak. Ha ezektől a förtelmes képektől fölriadt, csak a holdfényt látta fehéren és hidegen betekinteni az ablakon. Rémülten nézett Undinére, aki fejét férje mellére hajtva szunnyadt el, és változatlan szépségében feküdt mellette. Könnyű csókot lehelt rózsás ajakára, és megint elaludt, hogy új borzalomra ébredjen. Mikor mindezt teljes ébrenlétben átgondolta, bensőleg jól összeszitta magát, hogy szép feleségében kételkedni mert. Bocsánatot is kért tőle igaztalanságáért, és Undine odanyújtotta neki szép kezét, mélyen sóhajtott, és
hallgatott. De szemének még sohasem látott végtelenül forró pillantása meggyőzhette arról, hogy Undine nem érez iránta haragot. A lovag vidáman felkelt, és az öreg házaspárhoz ment a közös szobába. Komoly arccal ültek ott hárman a tűzhelynél, és egyikük sem mert megszólalni. A pap magában imádkozott, hogy múljon el minden baj. De amikor látták, hogy a fiatal férj olyan jókedvűen lép ki a szobából, elsimultak a redők a homlokukon. Az öreg halász még tréfálkozni is kezdett, mégpedig kedves, illendő módon, úgy, hogy az öreg háziasszony is barátságosan mosolygott. Ez alatt Undine elkészült az öltözködéssel, és belépett a szobába. Mindnyájan eléje akartak menni, de bámulattal álltak meg. Oly idegen volt nekik a fiatalasszony, és mégis olyan ismerős. Először a pap lépett hozzá. Szemében ott lángolt az atyai szeretet, és amint kezét áldásra emelte, a szép asszony borzongó áhítattal rogyott térdre előtte. Barátságos, alázatos szavakkal kérte bocsánatát ama sok esztelenség miatt, amelyet tegnap mondott, és remegő hangon kérlelte, hogy imádkozzék lelki üdvéért. Azután felkelt, megcsókolta nevelőszüleit, és jóságukat megköszönve így szólt. Most érzem csak szívem legmélyén, hogy milyen végtelenül sokat tettetek értem, ti drága jó emberek. Alig bírt betelni a kedveskedéssel, de ahogy észrevette, hogy a háziasszony a reggeli után néz, már ott állt a tűzhelynél, főzött és mindent elrendezett, és a világért sem tűrte, hogy a jó öreg anyóka csak a legkevésbé is fáradjon. Ilyen maradt egész nap. Csendes, barátságos és figyelmes volt. Kis háziasszony, de egyúttal iruló-piruló fiatal lány. Az öreg házas pár meg Huldbrand, akik már régebben ismerték, minden pillanatban azt várták, hogy szeszélyes lényének furcsa pajkossága újra kitör belőle. De hiába vártak. Undine olyan szelíd maradt, mint egy angyal. A tisztelendő alig bírta levenni róla a tekintetét, és többször mondta a lovagnak. Uram, a mindenható jósága általam kincset juttatott neked, őrizd meg, ahogy illik. És ez mindkettőtöknek örök üdvére és földi boldogságára válik. Este felé Undine alázatos gyengédséggel karon fogta a lovagot, és kiment vele az ajtó elé. A lehanyatló nap enyhe fénnyel világította meg a friss pázsitot és a magas, karcsú fatörzseket. A fiatalasszony szemében a bánat és a szerelem harmata csillant meg. Ajkán gyengéd, gondokat keltő titok lebegett, amely azonban csak alig hallható sóhajokban nyilvánult meg. Egy szót sem szólva vezette mindig tovább és tovább imádott urát. Ha az szólt hozzá, csak pillantásokkal felelt, amelyekben ugyan nem volt egyenes válasz kérdéseire, de a szerelem egész világa és félénk alázatosság fény lett bennük. Így jutottak el a megáradt erdei patak partjára, és a lovag csodálattal látta, hogy az árvíz már csak sekély hullámokban folyik tova, és nyoma sincs előbbi vadságának és hatalmasságának. Holnapra egészen elapad, mondta a fiatalasszony siránkozva, és te akadály nélkül elutazhatsz, ahová csak akarsz. Nélküled sehová, kis Undine, felelte nevetve a lovag. Még ha kedvem volna is a szökésre, menj és pokol akadályoznának benne, és visszahoznák neked a szökevényt. Minden tőled függ, susogta Undine, félig sírva, félig kacagva.
De hiszem, hogy nem hagysz el, hiszen olyan nagyon szeretlek. Vigyél át most arra a kis szigetre, amely előttünk fekszik. Ott dől el a sorsunk. Ugyan magam is könnyen át tudnék menni a vizen, de karjaidban olyan jól érzem magam, és ha eltaszítanál magadtól, legalább még egyszer meg lenne ez az örömem. Huldbrandot különös szorongás és meghatottság töltötte el, úgyhogy nem tudott válaszolni. Karjába kapta a lányt, és átvitte a kis szigetre. Csak ott vette észre, hogy ez ugyanaz a sziget, amelyről az első éjszakán hazavitte Undinét az öreg halászhoz. Lefektette a puha fűbe, és maga is le akart heveredni szép terhe mellé, de Undine így szólt. Ne ide, hanem szembe feküdj velem. Szemedben akarok olvasni, még mielőtt ajkad beszél. Most figyelj arra, amit el akarok mondani. Tudnod kell, drága kedvesem, hogy az elemekben olyan lények élnek, amelyek hozzátok hasonlók, és csak ritkán jelennek meg közöttetek. A lángukban a csodálatos szalamandrák játszanak csillogva. Lenn a föld mélyén a kiaszott, gonosz gnómok lakoznak. A vadonban az erdei rémek a levegő szellemei kószálnak. A tavakban, folyókban és patakokban pedig a vízi szellemek népes nemzedéke él. A csengő kristályboltozatokban, amelyekben a nap és a csillagok világítanak be, nagyon szép az élet. Nagy, kék és piros gyümölcsű korallfák díszítik a kerteket, tiszta tengeri homok a sétatér. Szép színes kagylókból áll a kövezet, és ami szépet teremthetett a régi világ, aminek már nem örülhet a mostani, azt a hullámok mind bevonták titokzatos ezüstfájtlaikkal. És most odalenn állnak a nemes emlékek. Magas, komor méltóságukat a szerelmes víz öleli át, és szép mohavirágok, meg kákafüvek koronázzák meg őket. Azok, akik ott laknak, bájosok és kedvesek. Többnyire szebbek, mint az emberek. Nem egy halász gyönyörködhetett már a sellő dalában, amint felszállt a habukból és énekelt. Meséket mondhatott azután csodás szépségéről. Egy gyönyörű nőket az emberek Undinének hívják. És most itt látsz magad előtt egy igazi Undinét. Én, drága kedvesem. Azt akarta elhitetni magával, hogy szép feleségében újra különös szeszélyeinek egyike ébredt fel, és most abban leli örömét, hogy mindenféle tarka mesével ingerkedjék vele. De bármennyire ragaszkodott is ehhez a gondolathoz, egy pillanatig sem tudott hinni benne, és különös borzongás futott át rajta. Egy szót sem tudott szólni, csak meredt szemmel nézte a szép mesemondót. Undine fájdalmas kifejezéssel rázogatta fejét, mélyen felsóhajtott, azután így folytatta. Sokkal jobb dolgunk volna, mint a többi embernek. Mert hiszen mi is emberek vagyunk, testünk alkata szerint. De van egy nagy bajunk. Mi és a többi elem hasonló lényei egykor szellemünkkel és testünkkel elmúlunk, és eloszlunk. Úgyhogy még a nyomunk sem marad meg. És ha ti majd egy tisztább életre ébredtek, mi oda tűntünk, ahova a homok, a szikra, a szél és a hab.
ezért nincs lelkünk sem. Az elemek éltetnek, sokszor engedelmeskednek is, ameddig élünk, de porrá is törnek, mihelyt meghalunk. Vidámok vagyunk, és nincsen gondunk, amint nincs a fülemülének, meg az aranyhalacskának, és a természet többi szép gyermekének sem. De minden lény változtatni akar helyzetén. Atyám, a földközi tenger hatalmas vízi fejedelme azt akarta, hogy egyetlen leányának lelke legyen, ha ezáltal szenvednie is kellene, mint a többi lélekkel teli embernek. De a magam fajtája csak úgy kaphat lelket, ha ti nemzedéketek valamelyik tagjával a legbensőbb szerelemben egyesül. Most már van lelkem. Neked köszönhetem, neked, akit kimondhatatlanul szeretek, és hálás leszek érte akkor is, ha egész életemre szerencsétlenné teszel. Mert mi lesz belőlem, ha írtózol tőlem, és eltaszítasz? Csalással mégsem akartalak megtartani, és ha el akarsz űzni, úgy most tedd meg. Menj egyedül vissza a partra. Akkor elmerülök ebben a patakban, amely nekem nagybátyám. És itt az erdőben él különös remete életet, többi barátjától távol. De hatalmas szellem, és sok nagy folyam tiszteli és becsüli. Ahogy idehozta a halászhoz a könnyű, kacagó gyermeket, úgy fogja megint hazavinni szüleihez a lelkes, szerelmes, szenvedő asszonyt. Még többet is akart mondani, de Huldbrand meghatottsággal és szerelemmel telve ölelte át, és visszavitte a partra. Ott könnyek és csókok közt esküdött meg, hogy szép feleségét sohasem hagyja el. És boldogabbnak mondta magát még Pigmalionnál, a görög szobrásznál is, aki szép szobrába szeretett, amelyet Afrodité istennő életre keltett. Undine édes bizalommal eltelve ment vissza urával együtt a kunyhóba, és csak most érezte igazán, hogy mennyire nem kell sajnálni a csodálatos atyának elhagyott kristálypalotáit. Undine, drága tünemény, mióta régi krónikákban különös fényedre találtam, hányszor szállt békesség belém? Hogy simult hozzám életed, panaszt suttogva a fülemnek, mint aki félig szende gyermek, félig meg elkényeztetett. Ám halk szavaid azután, hogy hallhassák őket akárhol, arany bevont a kapujából, világgá zengte citerán. Sok szív volt, mely megszeretett, szeszélyes lényed ellenére. Olvasni soknak lett igénye, rólad írt kicsi könyvemet. Híret fogják majd hallani Undine ismét. A terembe lép be bizalommal betelve, mert nem fogsz szégyet vallani. Köszönts minden nemes urat, de mindenek előtt köszöntsed a kedves némethoni nőket. Tudom, mind szívébe fogad. S ha kérnek, mondd,
lovag vagyok. A nőt szolgálom lakomákon, táncban és tornán, citerázom, s érettük kardot forgatok. Amikor Huldbrand felébredt, látta, hogy szép felesége eltűnt mellőle. Már majdnem megint azok a furcsa gondolatok lettek úrrá rajta, amelyek azt akarták vele elhitetni, hogy házassága és a bájos Undine maga is csak illanó káprázatok. De ebben a pillanatban belépett az ajtón Undine, megcsókolta urát, leült mellé az ágyra, és így szólt. Korán keltem, hogy megnézzem, vajon nagybátyám megtartotta-e a szavát. És igen, minden hullámát visszaparancsolt a csendes medrébe, és most megint remete módra, és elgondolkozva folydogál az erdőn keresztül. Légi és vízi barátai is elpihentek, most már minden rendbe jön és megnyugszik ezen a környéken, és te száraz lábbal kerülhetsz haza, mihely csak akarsz. Huldbrandnak az volt az érzése, hogy ébren álmodik tovább. Annyira szokatlannak tűnt felesége különös rokonsága. De ezt az érzését nem árulta el, és gyönyörű asszonyának végtelen bája nem sokára eloszlatta kínos gondolatait. Mikor röviddel később együtt állt vele az ajtóban, végig pillantott a zöldelő félszigeten és a határoló tiszta víztükrön, olyan jól érezte magát szerelme szülői helyén, hogy így szólt. Minek utazzunk már ma? Odakünn a nagyvilágban sem lesznek boldogabb napjaink, mint ezen a rejtett menedékhelyen. Megvárjuk, amíg a nap még kétszer-háromszor lenyugszik. Ahogy az én uram parancsolja, felelte Undine barátságos alázatossággal. Csak egy dolgot kell meggondolnunk. Öreg nevelő szüleim amúgy is fájdalommal válnak meg tőlem, és ha még a lelkemet is megismerik, és meglátják, hogy mennyire tudok most szívemből szeretni és tisztelni, talán kísírnák értem gyengülő szemük világát. Jóságomat és szerénységemet most még, mint máskor, úgy tekintik, miként a tó nyugalmát, ha csendes a levegő. És helyettem talán egy fácskát vagy egy virágot szeretnek meg. Engedd, hogy eltitkoljam előttük ezt az ajándékba kapott, szerelemittas lelkemet, most, amikor egész életükre elveszítik. Mert ha tovább együtt maradunk, nem tudom elrejteni előlük. Huldbrand igazat adott neki. Visszatért az öregekhez, és megbeszélte velük az elutazást, amelyre még ebben az órában sort akart keríteni. A pap a fiatal házas pár kísérőjéül ajánlkozott. Ő és a lovag rövid búcsúzkodás után lóra segítették a szép asszonyt, és az erdei folyam kiapadt medrében sietve megindultak a vadon felé. Undine csendesen, de keservesen sírdogált. Az öregek pedig hangosan jajgattak utána. Talán felébredt bennük a sejtelem, hogy nevelt lányuk távozásával mit vesztettek-e pillanatban? A három vándor hallgatva érte el az erdő sűrűjét. Gyönyörű látvány volt, amint a szép nő remek díszű paripáján ülve lovagolt a zöld lombsátor alatt. Egyik oldalán a fehér kámzsájú pap, a másikon a viruló ifjúságú, pompás ruhájú, kardövezte lovag. Huldbrand nem tekintett másra, csak bájos feleségére, Undinére, akinek már megszáradtak könnyei,
és szeme csak a lovagon csüggött. Szempillantásokból és integetésekből álló, hangtalan, csendes beszélgetés fejlődött ki köztük, amelyből csak egy halk szóváltás ébresztette fel őket. A pap beszélgetett egy negyedik utitárssal, aki időközben észrevétlenül csatlakozott hozzájuk. Rajta is fehér ruha volt, mint a tisztelendőn, csak hogy csuklyája mélyen az arcába volt húzva, és viselete olyan széles ráncokban röpködött körülötte, hogy folyton össze kellett fognia, és karjára kellett vennie, vagy valamiképpen más módon rendbe kellett szednie, anélkül, hogy ez legkevésbé is akadályozta volna a haladásban. Amikor a fiatal házaspár észrevette őt, éppen ezt mondta. És ilyen formán itt lakom, sok év óta az erdőben, tisztelendő uram. Anélkül, hogy a ti értelmetekben remetének hívhatnának. Mert, amint mondtam, vezekelni nem akarok, és úgy hiszem, nincs is rá valami nagy szükségem. Csak azért szeretem annyira az erdőt, mert szép látvány, és nekem örömöt szerez, ha röpködő fehér ruhámmal a sötét árnyak és lombok közt járkálok. És azután néha váratlanul egy édes napsugár villan le rám. Különös ember vagy, mondta a pap, és szeretnék veled közelebbről megismerkedni. Hát te ki vagy, hogy más dologra térjünk, kérdezte az idegen. Heilmann atyának hívnak, mondta tisztelendő. Mária Grüssz kolostorból jövök a tavon túlról. Úgy, mondta az idegen. Nekem Kühleborna nevem, de ha valaki udvarias akarna lenni, Kühleborn bárónak vagy grófnak is hívhat. Mert szabad vagyok, mint a madár, még tán annál is szabadabb. Most például annak a fiatalasszonynak kell elmesélnem valamit. Egy szempillantás alatt már ott is volt a pap másik oldalán, közvetlenül Undine mellett, és Lábujjhegyre emelkedve valamit a fülébe akart súgni. De az asszony ilyetten fordult el, mondván, már semmi közöm nincs hozzád. De előkelő házasságra léphettél, hogy már a rokonaidat sem akarod megismerni, kacagott az idegen. Nem akarsz már tudni Kühleborn bácsiról, aki egykor a hátán hozott ide? Nagyon szépen kérlek, felelte Undine. Nem mutatkozz többé előttem. Félek tőled, és nem akarom, hogy az uram megutáljon különös rokonságom miatt. Húgocskám, mondta Kühleborn, nem szabad elfelejtened, hogy most kísérő őrötök vagyok. A pajkos koboldok különben szépen elbánnának veletek. Hát csak hadd menjek veletek. Az öreg pap ott az bezzeg jobban emlékezett rám, mint te. Mert az előbb bizonygatta, hogy nagyon ismerősnek látszom, és hogy úgy látszik, én is a csónakban ültem, amelyből a vízbe pottyant. Hát persze, hogy ott voltam. Én voltam az örvény, amely a tóba rántotta, és azután esküvődre partra tette. Undine és a lovag Heilmann atyára néztek, de az, mintha álmában járt volna, nem hallott semmit a beszélgetésből. Undine pedig így szólt Kühlebornhoz. Már látom amott az erdő szélét. Nem kell a segítséged, már nem félünk semmitől, csak tőled. Azért kérve kérlek távozz, és engedj békében tovább mennünk. Kühleborn e szavakért haragosnak látszott. Csúnya arcot vágott, majd rávigyorgott Undinére, aki hangosan felsikoltott, és férjét hívta segítségül. Mint a villám, úgy kerülte meg a lovag a paripát, és éles kardjával Kühleborn feje felé vágott. De a kardél csak egy vízesést talált el, amely mellettük zuhogott le egy magas szikláról, és majdnem kacagásnak is beillő csobogással elöntötte őket úgy, hogy bőrigáztak. A pap, mintha hirtelen álomból ébredne, így szólt. Régóta vártam ezt, mert a patak olyan szorosan mellettünk folydogált a magaslaton. Eleinte azt hittem, hogy ember, és beszélget velünk. Huldbrandnak pedig úgy rémlett, mintha a vízesés egészen érthető szavakat susogna. Fürge lovag, büszke lovag.
Nem perelek és neheztelek. Óvd tovább is így bájos párodat, te forró vérű, büszke lovag. Néhány lépés után kiértek a szabadba. Fényben úszva terült el előttük a főváros, és az alkonyuló nap, mely bearanyozta a tornyokat, barátságosan megszárította a vándorok nedves ruháit. Nagy feltűnést és aggodalmat keltett a fővárosban, amikor a fiatal ringstetteni Huldbrand lovag olyan hirtelen eltűnt. Ugyanis mindenki megszerette a lovagi játékban és a táncban való ügyességért, s szerény jó modoráért. Szolgái uruk nélkül nem akartak eltávozni a városból, de egyiküknek sem volt bátorsága, hogy utána lovagoljon a hírhedt erdőbe. Megmaradtak lakhelyén, és mihez sem fogva reménykedtek, hiszen ez az emberek szokása, és csak jajveszékelésükkel tartották ébren elveszett uruk emlékét. Mikor aztán nem sokára nagy viharok kezdődtek, és árvizek híre érkezett, senki nem kételkedett a deli idegen halálában. Bertalda is nyíltan gyászolta, és elátkozta önmagát, amiért rávette, hogy vakmerően az erdőbe lovagoljon. Hercegi nevelő szülei eljöttek érte, hogy hazavigyék, de rávette őket, hogy maradjanak, amíg biztos hír nem érkezik Huldbrand életben maradásáról vagy haláláról. Több fiatal lovagot, akik megkérték a kezét, arra ösztökélt, hogy a nemes Huldbrandot keressék meg a vadonban. A kezét mégsem ígérte oda egyiknek sem ezért a merésztettért. Talán mert még mindig remélte, hogy a visszatérő Huldbrand felesége lehet. Holmi kesztyűért vagy szalagért pedig, de még csókért sem akarta senki kockára tenni az életét, hogy veszélyes vetélytársát megmentse. Most, amikor Huldbrand váratlanul és hirtelen visszatért, szolgái és a város lakói mind örültek, csak éppen Bertalda nem. A többieknek nagyon kedvére volt, hogy olyan gyönyörű asszonyt hozott magával, és még tanút is. Heilmann atyát, aki esküvőjét bizonyíthatta. Bertalda mélyen elszomorodott emiatt. Egyrészt a fiatal lovagot igazán teljes szívéből megszerette. Másrészt meg az eltűnés miatti gyásza sokkal többet elárult szerelméről az emberek előtt, mint ahogy illő lett volna. De ebben is okos nőnek mutatkozott. Beleélte magát a körülményekbe, és a legjobb barátságban élt Undinével, akit az egész városban hercegnőnek tartottak, gondolván, hogy Huldbrand valami gonosz varázslattól mentette meg az erdőben. Undine és férje hallgattak, és a kérdezősködésekre kitérő választ adtak. Heilmann atya pedig nem ereszkedett hiú beszélgetésekbe, és különben is mindjárt megérkezésük után visszatért a kolostorba, úgyhogy az embereknek találgatásokra kellett szorítkozniuk, és maga Bertalda sem tudott meg többet az igazságból, mint a többiek. Thank you.
Anne minden nappal jobban megszerette a kedves leányt, Bertaldát. Úgy látszik, valaha már ismertük egymást, szokta mondani. Vagy valami más különös kapcsolat van köztünk, mert ok nélkül, úgy értem, mély, titkos ok nélkül nem szeretik meg annyira az emberek egymást, mint mi az első perctől kezdve. És Bertalda sem tagadhatta, hogy barátságot és ragaszkodást érez Undine iránt, a különben lett is volna oka, hogy gyűlölje szerencsés vetétársát. A kölcsönös vonzalom miatt az egyik nő a nevelőszüleit, a másik pedig a férjét vette rá, hogy az elutazást az egyik napról a másikra halasszák, sőt, arról is szó volt már, hogy Bertalda egy időre elkíséri Undinét Ringstetten várába, a Duna forrásaihoz. Egy szép estén, amikor a csillagok fényénél a város nagy fákkal övezett piacán sétálgattak, éppen erről beszélgettek. A fiatal házaspár késő este ment el Bertaldáért, hogy együtt sétáljanak, és bizalmasan beszélgetve járkáltak fel és alá, többször megcsodálva a tér közepén a remek művű szökőkutat, amely csodálatos módon susogott és zúgott. Nagyon jól érezték magukat. A fák lombozatán átvilágított a házakban égő lámpák fénye. Körülöttük játszó gyermekek és sétálgató emberek csendes mormogása hangzott. Az ember zavartalanul érezhette magát. Mégis egy vidám, eleven világ közepén élt. Ami nappal leküzdhetetlennek látszott, az most egyszerre könnyen megoldható volt. És egyikük sem tudta megérteni, miért aggodalmaskodtak csak egy pillanatig is azon, hogy Bertalda velük utazzék-e, vagy sem. Amikor éppen közös elutazásuk napját akarták meghatározni, a tér közepe felől egy magas ember tartott feléjük. Tisztelet teljesen meghajolt a társaság előtt, és a fiatal asszonynak valamit a fülébe súgott. Undine bosszankodott, hogy így megzavarták, és néhány lépésnyire félre vonult az idegennel. Élénken sugdolózni kezdtek. Úgy tűnt, valamiféle idegen nyelven beszélgetnek. Huldbrand számára ismerősnek látszott a furcsa idegen, és oly mereven bámult rá, hogy nem is hallotta Bertalda csodálkozó kérdéseit. Egyszerre csak Undine örömtelien tapsolni kezdett, és kacagva hagyta faképnél az idegent, aki fejét csóválva gyors és nyugtalan léptekkel távozott, és beszállt a szökőkútba. Huldbrand most már igazolva látta sejtését, Bertalda pedig ezzel a kérdéssel fordult Undinéhez. Mit akart tőled a kútmester, kedves Undine? A fiatal asszony titokzatosan mosolyogva így felelt. Holnap után névnapodon megtudod, édes lányka. Többet nem árult el. Bertaldát és nevelőszüleit névnapi ebédre hívta magához, és röviddel ezután a kistársaság feloszlott. Küleborn volt? Kérdezte Huldbrand titkos borzongással szép feleségét, amint Bertaldától elbúcsúztak, és hazafelé tartottak a mindinkább sötétedő utcákon. Igen, ő volt, felelte Undine, és mindenféle bolond dolgot mondott. De közben akarata ellenére olyas valamit is kikottyantott, aminek nagyon megörültem. Ha most mindjárt akarod tudni, én, édesuram és gazdám, úgy csak parancsolnod kell, és mindent elmondok, ami a szívemen van. De ha nagy-nagy örömet akarsz szerezni a te Undinédnek, úgy vársz holnap utánig, és akkor neked is részed lesz a meglepetésben. A lovag szívesen engedett felesége kérésének, amelyet oly kedvesen mondott el, és Undine még elalvóban is mosolyogva ismételte. Mennyire fog örülni és csodálkozni a kedves, drága Bertalda azon, amit a kútmester mondott. Thank you.
Undine, drága tünemény, mióta régi krónikákban különös fényedre találtam, hányszor szállt békesség belém? Hogy simult hozzám életed, panaszt suttogva a fülemnek, mint aki félig szende gyermek, félig meg elkényeztetett. Ám halk szavaid azután, hogy hallhassák őket akárhol, arany bevont a kapujából, világgá zengte citerán. Sok szív volt, mely megszeretett, szeszélyes lényed ellenére. Olvasni soknak lett igénye, rólad írt kicsi könyvemet. Híret fogják majd hallani Undine ismét. A terembe lép be bizalommal betelve, mert nem fogsz szégyet vallani. Köszönts minden nemes urat, de mindenek előtt köszöntsed a kedves némethoni nőket. Tudom, mind szívébe fogad. S ha kérnek, mondd, lovag vagyok. A nőt szolgálom lakomákon, táncban és tornán, citerázom, s érettük kardot forgatok. A névnapi közös ebéden a társaság az asztalnál ült. Az asztal főn Bertalda, nevelőszülei és barátai ajándékaival, ékszerekkel és virágokkal díszítve, akárcsak a tavasz istennője, mellette pedig Undine és Huldbrand. Amikor a bőséges lakoma a végéhez közelgett, és az édességeket szolgálták fel, ősi szokás szerint kitárták az ajtókat, hogy a nép is láthasson valamit, és együtt örüljön velük. A szolganépség bort és kalácsot osztott szét a jobbágyok között. Huldbrand és Bertalda türelmetlenül várták az ígért meglepetést, és amennyire csak lehetett, folyton Undinét figyelték. De a szép asszony még mindig hallgatott, és csak titokzatosan és boldogan mosolygott. Aki tudott ígéretéről, láthatta, hogy boldogító titkát minden pillanatban el akarja árulni, de mindig visszatartja magát, mint ahogy a gyermekek legkedvesebb falatjukat a lakoma végére hagyják. Bertalda és Huldbrand együtt érezték vele ezt a boldogságot. Remény és aggódás között várták, hogy Undine közli velük örömének okát. A társaság néhány tagja arra kérte Undinét, hogy énekeljen valamit. Ez láthatólag kapura jött neki, behozott a lantját, és a következő dalba kezdett. Reggeli fény, tarka virág, illatos és sűrű a fű, a tóhabok most a parton. Oly fénylő, mi csillog a fű között, tám fehér nagy virág lehet, mely égből a rét ölébe esett. Ó, egy kicsi gyermek szürmot becéz, aranynapsugarakat gyűjt, ismeretlen messze partról sodorta ide a tó. Ne nyújtogass, te zsenge élet, magad körül kicsintezed, kezét senki sem nyújtja néked, némák mind is idegenek, a díszelgést értő virágok, bár illattal bűvölnek el, egy sem lesz, mely szeretve átfog. Messze az anyai kebel, még alig léptél életedbe, még eget tükröz mosolyod, s a legjobbat már íme veszve. Szegény gyermek, s nem is tudod, megállítja lovát előtted, egy herceg most s várába visz,
nem más szokás szán nevelődnek, s magas művészeteket is. A nyereséged végtelen lett, legszebb díszének tart a hol, de legfőbb üdvöd ott feletted, a nem ismert homokpadon. Undine szomorú mosollyal bocsátotta le lantját. Bertalda fejedelmi nevelő szüleinek szemében könnyek jelentek meg. Így volt azon a reggelen, amikor megtaláltalak, te szegény szép árva, mondta a herceg mélyen megindulva. A szép énekesnőnek igaza van. A legnagyobb boldogságot mégsem nyújthattuk neked. De azt is meg kell hallgatnotok, hogy mi történt a szegény szülőkkel, mondta Undine. Újra játszani kezdett a lanton, és így énekelt. Kamráiban anya egyre szekrényekben kotorász, sír nem tudja, mit keresve, amit lel csak puszta ház. Puszta ház, a szó mély gyászos annak, aki valaha egy gyermeket vett magához nappal, stajkált éjszaka. Új zöld lombja lesz a bükknek, újra gyúl a napsugár. Anya, kereskélni szűnj meg, nem tér meg a drága már. S ha susog az est fuvalma, apát várja tűzhelyen, csöpp mosoly után az arca fájó, könnyen lesztelen. Tudja nyugalmát örökre, itt a szobákban leli, csak anya jajon körülötte, gyermek nem kacag neki. Ó, Istenem, Undine, hol vannak a szüleim? Kiáltott fel sírva Bertalda. Te bizonyára tudod, meg kellett tudnod, csodálatos asszony, különben nem tépted volna szét a szívemet. Talán már itt is vannak, talán... Szeme végigfutott a fényes társaságon, és megakadt egy uralkodó hercegnőn, aki nevelő atya mellett ült. De Undine az ajtó felé fordult. Szeméből a meghatottság édes könnyei omlottak. Kérlek, gyertek ide! A nézők tömegéből az öreg halász és felesége vánszorogva léptek elő. Kérdőn néztek Undinére, majd arra a szép kisasszonyra, akiről azt hallották, hogy az ő lányuk. Igen, ő az, mondta felmagasztosult örömmel Undine. És az öregek hangosan zokogva és Istent dicsőítve ölelték át rég nem látott gyermeküket. De Bertalda rémülten és haragosan szakította ki magát karjaik közül. Büszkeségét mélyen sértette ez a viszontlátás ebben a pillanatban, amikor még emelkedni akarsz fényben és dicsőségben. És amikor azt remélt, hogy nem sokára fejedelmi korona fogja övezni fejét. Azt hitte, hogy vetélytárs nője eszelte ki ezt a mesét, hogy Huldbrand és az egész világ előtt alaposan megalázza. Szitta Undinét és szitta a két öreget, csalóknak és megvásárolt népségnek, mondta őket. A halászasszony csak ezt mondta halkan. Ó, Istenem, rossz nő lett belőle, és mégis érzem szívem mélyén, hogy én vagyok a szülő anyja. A halász pedig összekulcsolta kezét, és így imádkozott magában. Bár ne ez lenne az én leányom. Undine csak támolygott, hol a szülőktől Bertaldához, hol meg vissza. A mennyei álomból a félelem és rémület olyan poklába zuhant, amilyet eddig nem is sejtett. Hát van neked lelked?
Hát igazán van neked lelked, Bertalda? Kiáltotta oda ismételten felbőszült barátnőjének, mintha hirtelen őrületből vagy tébújító rémlátomásból akarná erőszakkal észre téríteni. De amikor Bertalda még vadabban örjöngött, amikor a megtagadott szülők hangosan jajveszékelni kezdtek, és a társaság vitatkozva és felindultan pártokra oszlott, egyszerre oly méltósággal és komolyan kért engedélyt, hogy ura házában szóhoz juthasson, hogy mindenki, mint egy parancsra elhallgatott. Alázatos és mégis büszke léptekkel az asztalfőhöz lépett, ahol előbb Bertalda ült, és mialatt minden tekintet csak ráirányult, így szólt. Emberek, akik oly ellenséges szemmel néztek egymásra, és úgy megváltoztatok, akik így megbolygattátok szép ünnepélyemet, Istenemre nem tudtam, hogy ilyen az erkölcsötök, és kemény a szívetek. És amíg csak élek, nem is fogom elhinni, hogy minden ilyen rosszul sikerült, az nem rajtam múlt. Higgyétek el, csak is rajtatok, ha mást mutat is a látszat. Ezért csak kevés a mondani valóm, de egyet ki kell mondanom. Nem hazudtam. Azt mondta el nekem, aki Bertaldát a szülei házából a vízbe csalta, és azután a herceg útjába tette a zöld mezőn. Varázslónő! Kiáltotta Bertalda. Boszorkány, aki gonosz szellemekkel társalog, hiszen ő maga is bevallja! Nem vagyok az, mondta Undine, és az ártatlanság és bizalom mennyei tisztasága fénylett szemében. Nem vagyok boszorkány. Alávetem magam minden próbának. Akkor hazudik és henceg, szakította félbe Bertalda. Nem állíthatja, hogy alacsony rendű emberek gyermeke vagyok. Hercegi szüleim, kérlek benneteket, vigyetek el ebből a társaságból és ebből a városból, ahol mindenkinek az a szándéka, hogy megalázzon engem. De az öreg, jólelkű herceg nem mozdult, és a felesége így szólt. Mindenáron tudnunk kell, mi az igazság. Isten ments, hogy előbb kimenjek ebből a teremből. Ekkor a halászasszony közeledett a fejedelem nőhöz, mélyen meghajolt előtte, és így szólt. Megnyílt előtted a szívem, nemes, istenfélő asszony. Kimondom. Ha ez a gonosz kisasszony az én lányom, úgy egy ibolyához hasonló anyajegy van a vállán, és egy hasonló a bal lába bokáján. Ha velem kijön a teremből... Nem vetem le ruháimat egy parasztasszony előtt, mondta Bertalda büszkén hátat fordítva. De előttem csak megteheted, mondta a hercegnő ünnepélyes komolysággal. Követni fogsz a másik terembe, leány, és e jó asszony velünk jön. Mindhárman eltávoztak, a többiek pedig néma csendben várakoztak. Rövid idő múlva az asszonyok visszatértek. Bertalda halálsápat volt, és a hercegnő így szólt. Az igazság igazság marad, ezért kijelentem, hogy háziasszonyunk igazat mondott. Bertalda a halász leánya. Ennyi az, amit itt mindenkinek tudnia kell. A hercegi házaspár nevelt leányával együtt távozott, és a fejedelem intésére a halász és felesége is követték őket. A többi vendég hallgatva vagy halkan sugdolózva ment el.
Undine pedig keservesen sírva omlott Huldbrand karjaiba. Ringstetten lovagnak persze inkább kedvére való lett volna, ha ezen a napon minden másként alakul. De így is, ahogy a dolgok álltak, nem haragudhatott, mert hiszen gyönyörű felesége szelídnek és jó szívűnek mutatkozott. Most csak arra gondolt, hogy miképpen vigasztalhatná meg a még mindig síró asszonyt, és hogyan távozhatna mindjárt másnap erről a helyről, amelyet az események megutáltathattak Undinével, habár az emberek nem nagyon ítélték el eljárásáért. Mivel már előbb is csodálatos dolgokat vártak tőle, nem nagyon tűnt fel Bertalda származásának leleplezése, és mindenki, aki a történetről és Bertalda izgatott viselkedéséről hallott, csak ez utóbbira haragudott. De erről a lovag és felesége semmit sem tudtak, és Undinét ez épp úgy bántotta volna, mintha róla mondtak volna rosszat, és így nem tehettek jobbat, mint hogy minél előbb hátat fordítanak a régi város falainak. Alig tűnt fel az első hajnalsugár, már ott állt a ház kapuja előtt egy kedves kis fogat. Huldbrandnak és apródjainak paripái is ott ficánkoltak a kövezeten. A lovag az ajtó elé vezette szép feleségét, és ekkor útjukba állt egy halászleány. Nem kell a portékád, mondta Huldbrand. Épp elutazóban vagyunk. A halászleány erre keserves sírásra fakadt, és csak ekkor látták, hogy Bertalda áll előttük. Mindjárt visszatértek vele a házba, és megtudták, hogy a herceg és a hercegnő úgy felbőszültek tegnapi kemény szívűségén és indulatosságán, hogy levették róla kezüket, de előbb bőkezűen megajándékozták. A halász szintén szép ajándékot kapott, és még tegnap este visszatért feleségével a félszigetre. Velük akartam menni, folytatta Bertalda. De az öreg halász, akiről azt mondják, hogy az apám igazán az, Bertalda, szakította félbe Undine. Az, akit te kútmesternek néztél, mindent elmondott nekem. Le akart beszélni, hogy magunkkal vigyünk Ringstetten várába. És közben kiszaladt a száján a titok. Nos hát, mondta Bertalda, az apám, a halász, ha már így kell lennie, az apám így szólt hozzám. Nem viszlek magammal, míg meg nem változol. Jöjj ki hozzánk egymagadban a hírhedt erdőn keresztül. Ez legyen a próba, hogy törődsz-e velünk. De nem mint kisasszony gyere, hanem mint egyszerű halászleány. Ezt mondta az apám. Meg akarom tenni, amit kíván. Mert az egész világ elhagyott. És ezentúl szegény halászleányként akarok élni holtomig a szüleimnél. De nagyon félek az erdőtől. Azt mondják, utálatos kísértetek lakoznak benne. És én úgy remegek. De mit tegyek? Ide most csak azért jöttem, hogy a nagyságos Ringstetten asszony bocsánatát kérjem tegnapi illetlen magaviseletemért. Érzem, hogy jó szándéka volt irántam, nemes úrnő. De nem tudta, hogy mennyire megbánt. És így félelmemben és meglepetésemben sok meggondolatlan, durva szó hagyta el ajkamat. Bocsásson meg! Bocsásson meg! Amúgy is olyan boldogtalan vagyok. Gondolja csak meg, mi voltam még tegnap reggel. Mi voltam még az ünnepé kezdetén, és mi vagyok most? Elakadt a szava a könnyek áradatában, és Undine is keservesen sírva omlott a nyakába.
Sokáig nem tudott szólni hozzá a mélyen meghatott asszony, de végül ezt mondta. Velünk kell jönnöd, nincs tettem be. És minden úgy marad, ahogy megbeszéltük. Csak tegezd megint, és ne nevezd nagyságos asszonynak és úrnőnek. Látod, minket gyermekkorunkban elcseréltek, már akkor egymásba fonódott a sorsunk. Most még jobban összekapcsoljuk, hogy semmiféle emberi hatalom ne téphesse szét. Csak gyere velünk, Ringstettenbe. Megosztozunk ott mindenen, testvériesen. Bertalda félénken nézett Huldbrandra. A lovak szíve is megesett a szép, szerencsétlen leányon. Kezet nyújtott neki, és barátságos szavakkal beszélte rá, hogy bízza rájuk sorsát. Szüleidnek megüzenjük, hogy miért nem mentél hozzájuk, mondta. Még sok mindent akart mondani a jó öreg házaspárról, de észrevette, hogy Bertalda említésükre fájdalmasan összerázkódik, ezért másra terelte a szót. Megfogta a karjánál, és először őt emelte be a kocsiba, Undinét utána. Ő maga meg végan ügetett a kocsi mellett lován, és gyorsaságra ösztökélte a kocsist, úgy, hogy a főváros és szomorú emlékei rövid idő múlva mögöttük maradtak. A két asszony most már jobb hangulatban kocsikázott a szép tájékon, amelyen át útjuk vezetett. Undine, drága tünemény, mióta régi krónikákban különös fényedre találtam, hányszor szállt békesség belém? Hogy simult hozzám életed, panaszt suttogva fülemnek, mint aki félig szende gyermek, félig meg elkényeztetett. Ám halk szavaid azután, hogy hallhassák őket akárhol, arany bevont a kapujából, világgá zengte citerán. Sok szív volt, mely megszeretett, szeszélyes lényed ellenére. Olvasni soknak lett igénye, rólad írt kicsi könyvemet. Híret fogják majd hallani Undine ismét. A terembe lép be bizalommal betelve, mert nem fogsz szégyet vallani. Köszönts minden nemes urat, de mindenek előtt köszöntsed a kedves némethoni nőket. Tudom, mind szívébe fogad. S ha kérnek, mondd, lovag vagyok. A nőt szolgálom lakomákon, táncban és tornán, citerázom, s érettük kardot forgatok. Undine, Bertalda és Huldbrand lovag néhány napi kocsizás után egy szép estén megérkeztek Ringstetten várába. A fiatal lovagnak sok elintézni valója volt a várnagyokkal és szolgáival, úgyhogy Undine magára maradt Bertaldával. A magas várfalon sétálgattak, és gyönyörködtek a bájos vidékben, amely a vár alatt elterült. Ekkor egy magasra nőtt ember lépett hozzájuk udvariasan köszönve.
Bertaldának úgy tűnt, hogy hasonlít a városban látott kútmesterhez. Még jobban szemébe ötlött a hasonlatosság, amikor Undine bosszusan, majdnem fenyegetően egy kézmozdulattal elutasította, és az ember gyors léptekkel fejét rázva távozott, mint egykor a város piacán, és egy közeli bokorban tűnt el. Undine így szólt. Ne félj, kedves Bertaldám! Most nem fog bántani a kútmester. És ezután elmondta neki az egész történetet. Azt is, hogy ő maga kicsoda, és hogy miképpen került a félszigetre, Bertalda pedig a herceg útjába. Eleinte a leány elrémült ettől a beszédtől, és azt hitte, hogy barátnőjét valami hirtelen őrület szállta meg. De minél jobban meggyőződött arról, hogy Undine történetének minden szava igaz. Észrevette, hogy az eddigi események beleillenek a történetbe, és belső érzése is azt súgta, hogy most igaz szavakat hall. Különösnek találta, hogy egy mese közepébe került. Olyanba, amilyeneket azelőtt mondogattak neki. Tisztelettel bámult Undinére, de valami borzongás félétől sem tudott megszabadulni barátnője jelenlétében. És az estebédnél is nagyon csodálkozott, hogy a lovag hogyan beszélgethet szerelmesen egy olyan lénnyel, aki számára az utolsó felfedezések óta inkább kísértetiesnek, mint sem emberinek látszott. Aki ezt a történetet írja, mert szívét megindítja, és mert azt kívánja, hogy másoknak is a szívére hasson, kegyedet kéri, kedves olvasó. Nézd el, ha most meglehetősen hosszú időszakot átugrik, és csak általánosságban mondja el, mi történt ez alatt. Tudja ugyan jól, hogy művész ilyen és lépésről lépésre ki lehetne fejteni, miképpen fordult el lassan Huldbrand érzelme Undinétől Bertalda felé, hogyan bátorította Bertalda a fiatal lovagot forró szerelmi szavakkal? Hogyan kezdtek mind jobban félni a szegény asszonytól, mint idegenszerű lénytől? Hogyan sírt Undine? És miként ébresztették fel könnyei a lovag lelkiismeret furdalását anélkül, hogy régi szerelmét is felkeltették volna? Úgyhogy néha kedves volt ugyan hozzá, de a hideg borzongás visszariasztotta, és az emberi származású Bertalda felé hajtotta. Tudja jól az író, hogy ezt mind részletesen el lehetne mondani, sőt, talán kellene is. De szíve nagyon fájna ennél az elbeszélésnél, mert hasonló dolgokat élt át, és még az emlékük árnyékától is fél. Valószínűleg neked is volt már hasonló érzésed, kedves olvasó, mert ilyen a halandó ember sorsa. Jó neked, ha ilyenkor több jutott neked, mint amennyit elosztottál, mert ilyenkor kapni boldogítóbb, mint adni. Akkor csak enyhe fájdalmat érez a szíved, és talán egy könny szalad le orcádon, amikor siratod herbat virágaidat, melyeknek egykoron szívedből őrültél. De elég is ebből. Ne bántsuk egymást apró tördöfésekkel, hanem maradjunk annál, hogy minden úgy esett, ahogy előbb elmondtam. Szegény Undine nagyon mélabús volt, de a másik kettő sem nagyon vigadt. Bertalda, ha a legkisebb kívánsága nem teljesült, már azt hitte, hogy a sértett háziasszony féltékenység az oka. Meglehetősen parancsoló magatartást vett fel. Undine bús lemondással mindenben szót fogadott neki, de Huldbrand tőle telhetően elnyomta ezt az úrhatnámságot. Még jobban megzavarták a várban levő társaságot a minduntalan előforduló furcsa kísértetjárások, amelyekkel a kastély boltozatos folyosóin
Huldbrand és Bertalda szembesültek, és amilyenekről ember emlékezet óta nem hallott senki. A magas, fehér ember, akiben Huldbrand Kühleborn bácsit, Bertalda pedig a rémszerű kútmestert ismerte fel, sokszor lépett eléjük fenyegető módon. Különösen Bertalda elé, aki emiatt néhányszor megbetegedett ilyettében, és többször arra gondolt, hogy eltávozik a várból. De egyrészt nagyon szerette Huldbrandot, ártatlansága egész hevével, habár vallomásra még nem került sor köztük, másrészt meg nem is tudta, hová menjen. Az öreg halász Ringstetten lovag üzenetére, hogy Bertalda nála tartózkodik, olyan tolvonásokkal, amelyeket a kor és az írásban való járatlanság majdnem olvashatatlanná tett, így felelt. Szegény, öreg özvegyember lettem, mert jó, hű feleségem a más világra költözött. De ha el is vagyok hagyatva kunyhómban, jobban örülök, ha Bertalda a várban van, mint ha nálam volna. Csak ne bántsa az én kedves Undinémet. Megátkoznám érte. Bertalda nem nagyon vette tekintetbe ezt az intelmet, és az egész levélből csak azt jegyezte meg, ahogy azt mi emberek hasonló esetben tenni szoktuk, hogy apja otthon marad. Napon, amikor Huldbrand kilovagolt, Undine összehívta a háznépet, egy nagy követ hozatott, és megparancsolta, hogy a vár udvarán levő pompás kutat torlaszolják el. Az emberek húzódozva mondták, hogy akkor a vizet messziről, a völgyből kellene felhordani. Undine bánatosan mosolygott. Sajnálom, hogy többet kell dolgoznatok, mondta. Szívesebben hordanám fel magam a vizes korsókat. De ezt a kutat be kell tömni. Higgyétek el, hogy nem tehetek mást. És csak ezáltal kerülhetünk el egy nagyobb veszedelmet. A háznépe örült, hogy szelíd háziasszonyának szolgálatára lehet. Nem kérdezősködtek hát tovább, hanem felkapták az óriási követ. Már a kút felett lebegett a kezükben tartott kő, amikor Bertalda odarohant és kiáltozni kezdett, hogy hagyják abba a munkát. Azt mondta, hogy a kút vizétől finom lesz az arcbőre, és sohasem fogja engedni, hogy elzárják előle a kutat. Undine ez egyszer, ha bár a tőle megszokott szelíd modorban, mégis szokatlan szilárd akarattal megmaradt parancsa mellett. Azt mondta, hogy mint a ház asszonyának, neki kell a legjobb meggyőződése szerint elintézni a ház dolgait, és senki másnak nem tartozik felelősséggel, csak urának és parancsolójának. Nézzétek, nézzétek, mondta Bertalda bosszúsan és félelemmel. A szegény víz milyen fodros, hogyan hullámzik, mert el akarjátok zárni a ragyogó napfény elől, hogy ne tükrözhesse többé az emberek arcát. Tényleg furcsa módon sziszeget zúgott a víz a kútban, mintha valami ki akarna törni belőle. De Undine annál komolyabban ragaszkodott parancsa végrehajtásához, amire azonban alig volt szükség. A várcselédek épp annyira örültek annak, hogy kegyes úrnőjüknek engedelmeskedhetnek, mint annak, hogy Bertalda dacát megtörhetik. Bármennyire szitkozódott és fenyegetőzött is, rövid idő múlva a kő már elzárta a kút nyílását. Undine elgondolkozva ráfeküdt a kőre, és finom ujjával valamit írt a felületére. De éles, maró dolog lehetett a kezében, mert amint a többiek közelebbről is megnézték a követ, különös jeleket láttak rajta, amelyeket addig nem vettek észre.
A hazatérő lovagot Bertalda sírással fogadta, és elpanaszolta neki Undine eljárását. Huldbrand komoly pillantásokat vetett feleségére, aki búsan nézett maga elé. De azért lelki nyugalmát megőrizve Undine így szólt. Az én uram és parancsolom még a hűbéresét sem ítéli el, mielőtt meg nem hallgatta. Hát még a tulajdon feleségét. Beszélj, mi vett rá különös tettedre? Mondta komoran a lovag. Azt egyedül csak neked mondhatom meg, sóhajtotta Undine. Bertalda jelenlétében épp úgy megteheted, válaszolta a lovag. Igen, ha úgy parancsolod, mondta Undine. De ne tedd. Kérlek, könyörgök, ne parancsold. Olyan alázatos, bájos és szelíd volt, hogy a lovag szíve a jobb idők napsugarára emlékezve megnyílt. Barátságosan karon fogta, és bevezette szobájába, ahol Undine így beszélt. Ismered gonosz nagybátyámat, Kühleborn-t? Én, édes uram, és többször találkoztál vele bosszúságodra a vár folyosóin. Bertaldát néha beteggé ijesztette. Nincs annak a rémnek lelke, csak a külseje emberi. Néha látnia kell, hogy elégedetlen vagy velem, hogy ezért gyerekes módon sírva fakadok, és talán ugyanabban az órában Bertalda véletlenül kacag. Erre mindenféle bolondság jut eszébe, és hivatlanul megzavar bennünket. Mi haszna, ha összeszidom, ha barátságtalanul elküldöm? Egy szót sem hiszel nekem. Szegény pára, nem is sejti, mennyire hasonlít egymásra a szerelem, bánata és öröme, hogy mennyire testvérek ezek az érzések, amelyeket semmi áron nem lehet szétválasztani. A könny nyomán mosoly fakad, és a mosoly megint könnyet hív szemünkbe. Sírva, mosolyogva pillantott Huldbrandra, és a lovag megint érezte szívében a régi szerelem minden varázsát. Undine ezt megérezve szorosabban simult hozzá, és most már örömkönnyek közt folytatta. Mivel nyugalmunk megzavaróját szavakkal nem lehetett elutasítani, el kellett zárnom előle az ajtót. És az egyetlen ajtó, amelyen át hozzánk jöhet, az a kút. A vidék többi forrás szellemével haragot tart. A közeli völgyben nincs egyetlen barátja sem, és csak a Dunánál kezdődik a birodalma. Ezért hengerítettem a követ a kútra, és írtam rá jeleket, amelyek megbénítják dühös nagybátyám erejét. Úgyhogy most már sem neked, sem nekem, sem Bertaldának nem árthat. Embereket persze a jelek nem akadályoznak. Könnyűszerrel leemelhetik a követ. Ha tehát akarod, teljesítheted Bertalda kívánságát. De igazán mondom, nem tudja, mit kér. A zabolátlan Kühleborn különösen ránehezt el, és ha bekövetkezik, amit nekem megjósolt, és ami megtörténhet anélkül, hogy rossz szándékod volna, akkor, kedvesem, te sem esnél kívül a veszélyen. Huldbrand a szíve mélyén érezte, hogy milyen nagylelkű bájos felesége, amikor rettenetes védelmezőjének útját állta, és ezért még Bertalda korholását is el kellett tűrnie. Szeretett teljesen megölelte, és mélyen megindulva így szólt. A követ ott hagyjuk, és minden úgy marad, ahogy te akarod, drága kis Undine. Az asszonyka alázatos örömmel fogadta a régen nélkülözött szerelem szavait, és hízelkedve mondta. Én, édes uram, ha ilyen kedves és jó vagy hozzám, még egy kérésemet teljesítsd. Látod, olyan vagy, mint a nyár. Legszebb pompájában szép zivatarok lángoló és mennydörgő koronáját teszi a fejére, hogy igazi királynak, a földistenének látszik. És te is néha összeszítsz. Szemed rám villámlik. Nagyon szép vagy ilyenkor. De én néha butaságomban sírok emiatt.
de vízen vagy víz közelében ne korholj, mert akkor rokonaim hatalmába kerülök. Dühükben könyörtelenül elszakítanának tőled, mert azt hinnék, hogy sértés esett nemzetségük egy tagján. És akkor nekem életem fogytáig len kellene laknom a kristálypalotákban. Vagy ha visszaküldenének hozzád, ó Istenem, az még sokkal rosszabb volna. Én, édes uram, fogadd meg szavamat, ha még szereted szegény Undinét. A lovag ünnepélyes ígéretet tett, hogy szót fogad, és a házaspár boldogan és szívében szeretettel hagyta el a termet. Bertalda éppen egy pár mesteremberrel jött, akiket időközben hívatott, és mogorva hangon, ahogy néha szokta, így szólt. Most már remélem vége a titkos beszélgetésnek, és a kő lekerülhet a kútról. Menjetek, emberek, és vegyétek le! De a lovag, bosszankodva neveletlenségén, röviden és komolyan ezt mondta. A kő ott marad. Bertaldát még össze is szitta, mert heveskedett feleségével. Az emberek magukban mosolyogva távoztak, Bertalda pedig sápadt arccal a lakosztályába ment. Elérkezett a vacsora órája, de Bertaldára hiába vártak. Értekültek, de a kamarás üresen találta szobáit. Csak egy lepecsételt, a lovakhoz intézett levelet hozott. Az rémülten bontotta fel, és ezt olvasta benne. Megszégyenülten érzem, hogy csak szegény halász leány vagyok. Azt, hogy pillanatokra elfeledkeztem róla, szüleim szegényes kunyhójában fogom levezekelni. Isten áldjon szép feleségeddel együtt. Undine mélyen elszomorodott. Kérve kérte Huldbrandot, hogy siessen az elmenekült barátnő után, és hozza vissza. Nem volt nagy szükség a könyörgésre. A lovag Bertalda iránti szerelme újra felébredt. Az egész kastélyt bejárta, mindenkit megkérdezve, nem látták-e, milyen úton menekült a szép leány. Nem tudott meg semmit, és már a lován ült a várudvaron, elhatározva, hogy találomra lovagol azon az úton, amelyen Bertaldával együtt idejöttek. Ekkor egy apród érkezett, és azt mondta, hogy a fekete völgy felé vezető ösvényen találkozott a kisasszonnyal. Mint a nyíl úgy vágtatott ki a lovag a kapun a jelzett irányba, és nem hallotta már Undine aggódó hangját, aki az ablakból így kiáltott utána. A fekete völgy felé! Ne menj oda, Huldbrand! Ne menj oda! Vagy az Isten szerelméért vigyél magaddal! De mivel látta, hogy hiába kiáltoz, gyorsan felnyergeltette pejparipáját, és a lovag után vágtatott, anélkül, hogy kísérő szolgát vitt volna magával.